2014-ben volt a Harcsa Veronikával egy közös éneklés, és hát még most is annyira jó érzés arra gondolni, amikor a teremben megszületett az összhang. Nagyon-nagyon egyszerű dolgot csináltunk, mindenki csak egy nagyon picit, de ebből, ahogy közösen ezt a sok picit összetettük, ebből valami csoda született. És szerintem erről is szól a Hősök tere. Amikor vége volt az első workshopnak, tele voltam energiával. Egy olyan megnyugvást éreztem, hogy jó helyen vagyok, és hogy elindul egy munka bennem is, de hogy általam elindul egy munka a közösségben, ahol dolgozom. Tehát azt éreztem, hogy kaptam erőt, és hogy egy csapatot. A személyes példamutatáson kívül az, amiket beviszünk az iskolába, amilyen történeteket, amilyen foglalkozásokat viszünk, azzal nagyon sokat tudunk a gyerekek gondolkodásán változtatni. Konkrét esetekben egy-egy probléma, egy-egy hibázás, egy-egy rossz dolgozat esetében is úgy tudtam átkeretezni az adott problémát, az adott kudarcot, hogy a gyerek ne kidobja a szemétbe az adott dolgozatot, hanem meg tudjon nézni, és a hibáiból tanulni tudjon. A gyerekekkel lehet legkönnyebben dolgozni, ők fogják ezt legjobban megérteni és továbbvinni, azt, hogy lehet egymással normálisan bánni, és normálisan beszélni, hogy lehet egymásért kiállni. Tavaly márciusban, amikor elkezdődött a Covid, akkor szerintem nagyon sokan azt éreztük, hogy olyan dolgok történnek körülöttünk, amire egyszerűen nem vagyunk hatással. És nekem az, hogy a Hősök terében folytattuk a programokat, azt adta, hogy úgy éreztem, hogy olyan nagyon sok minden van, amire nincs befolyásom, de arra, hogy mit teszek a szűk környezetemben, arra igenis van. Büszke vagyok arra, hogy összehoztuk csapatmunkában ezeket a karanténprogramokat, hogy ezeknek sikere volt, és hogy megoldásokat találtunk a sok kérdésre. Nagyon sokat adott nekem a program, mert hogy a program azért is, mert ebben a bezártságban, ahogy most én középiskolai tanárként vagyok már november óta, olyan jó volt megtapasztalni, nem vagyok egyedül, hogy vannak olyanok, akikre úgy számíthatok, ha csak virtuálisan is, meg hasonlóak a problémáink. Nagyon erős volt a motivációm, hogy segítsünk a tanároknak, mert azt viszont érzékeltem, hogy a tanárokat sokkolta ez a helyzet. És emiatt nagyon motivált voltam, hogy valami olyat találjunk ki, amivel kapcsolatban tudunk maradni velük, amivel támogatni tudjuk őket, amivel terhet tudunk levenni a vállukról. Nekem a legfontosabb tanulság az, hogy nem vagyunk kívülállók. Hogy az, amiben élünk, az rajtunk is múlik. Hogy nem mondhatom azt egy környezetre, egy városra, hogy mert ez milyen koszos, vagy milyen érdektelen, ha én nem teszek azért, hogy ne legyen az. Ezen a tréningen pont azt kaptam, hogy csináld ezt, mert ez jó. És hogy én a kisember, a mindennapi kisember is tudok másokért tenni. A saját házunk táján kell először söprögetnünk. Tehát, hogyha változást szeretnénk generálni a világban, akkor azt a változást, illetve a változtatást, azt magunkon kell elkezdenünk. Olyan szívem csücske, és ezt nem tudom elmondani, hogy mennyire.